A csíkkarcfalvi műjégpálya adott otthon szombaton a Góbi Kupa U8 és U10-es jégkorong tornának, amelyen 260 gyermek vett részt. A Nemzetközi Góbi Kupa az idén első korosztályos tornája volt az erdélyi jégkorongligának. Az idei szezon tornán 20 csapat vesz részt, amelyik 45 mérkőzést játszanak, és 260 játékosból áll. A tornát a Hargita megyei Jégkorong Egyesület szervezte, és a torna az Erdély Liga, Jégkorong Erdély Liga keretében zajlott. A Hargita megyei Jégkorong Egyesület és a Felcsíki műjégpálya közös szervezésében zajlott eseményen 20 csapat vett részt. Az U8-as korosztályban 5 csapat, Felcsík SK 1-es és 2-es, Brassói Korona, Galaci Dunareá és ISK Gyergyó Szent Miklós vett részt a szombati tornán, a gárdák összesen 10 találkozót játszottak. A nagyobbak, azaz az U10-es korosztály volt a legnépesebb. 15 csapat hokisai vetélkedtek. A Góbi Kupán indult a Felcsík SK 1 és 2, az ISK Csíkszereda 1 és 2, az ISK Gyergyó Szent Miklós 1 és 2, a Brassói Korona 1 és 2, a Kézdivásárhelyi KS-re Bikák, a Sepsiszentgyörgyi Király Pingvinek, a Csíkszentimrei Sasok, a Bukaresti Steaua, a Bukaresti Triumf, az Olimpia Ploiești, valamint a Galaci Dunareá és a Kisinyovi Glória közös gárdája. A torna során összesen 32 találkozót játszottak az U10-es korosztályban. Góbi Kupa első alkalommal van szervezve, több mint 20 csapat van, nagyon jó a szervezés, sok gyereket összegyűjtöttetek, itt Karcfalván, több megyéből vannak, ugye Bukarestből, mint tudjuk, Szentgyörgy, Brassó, Kovászna, Hargita megye, tehát nagyon jó a szervezés, nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy mindenki tud egy ilyen, minden csapat tud egy ilyen kupát szervezni, a gyerekeket ezzel motiváljuk, ezzel tudjuk összetartani. Venim cu plăcere, cu toate că e foarte frig, copiii joacă de plăcere. Trebuie să stimulăm cât mai mult hockey-ul în perspectivă la ce o să ne aștepte. Această parte a, cum să vă spun, Liga Transilvania chiar începe să semene a o ligă internațională. În zona de sud au rămas mai puține echipe și neavând nici bază materială, cu bunăvoința acestor domni, reușim și noi să ne ridicăm, sper, la valoarea acestor echipe. Az U8 és az U10-es korosztályban ugyan hivatalosan az eredményt nem számolják, ám az edzők, a gyermekek, de a tornára kilátogató szülők annál jobban tudták, melyik csapat hány győzelmet aratott. A jégkorongot még tanuló, olykor a pályán bukdácsoló gyermekeknek ugyan fontos a sikerélmény, ám a két korosztály hokisai számára inkább a részvétel, a játék lehetőség az, ami számít. Ki a kedvenc kapusod? Júcsúj! Melyik csapatban hokizol? Felcsík? Igen. Szeretsz hokizni? Igen. Igen. Hány éves vagy? 5,5. Mióta jégkorongoztok? 5 éve. Mikrek vagytok? Igen. A családban mindenki hokizik? Nem. Csak mi ketten. Kislányként milyen a fiúk között hokizni? Jó, de jó lenne, ha lenne egy lánycsapat is. Egy külön lánycsapat. U12-eseknél játszol? Nem, U10-eseknél. A tornát a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, a Merkur Székelyföldi Üzletlánc a Kisgóbé program keretében támogatta. Szponzor volt a Harmopán RT. A szombat reggel 8 és délután 4 óra között zajló Góbi Kupa díjkiosztóján minden csapat kupát, a résztvevő hokisok érdemoklevelet, érmet és édességcsomagot kaptak a támogatók jóvoltából.